A nyíregyházi atléták közül eddig a gyaloglő Helebrant Máté teljesített a világbajnoki nevezési szintet, így ő már a katari VB-t szem előtt tartva végzi edzéseit. Pokrovenszki József tanítványa márciusban a szlovákiai Dudincén teljesítette 3 óra 54 perc 13 másodperc alatt az 50 kilométeres távot. Mivel a világbajnokságot a megszokott augusztusi időpont helyett szeptember végén, október elején rendezik Dohában, át kellett alakítani a gyalogló felkészülési menetrendjét. Nagyon fontos időszak volt a március-áprilisi időszak. Ott tudtam egy szlovákiai versenyen teljesíteni a kiküldetési szintet a világbajnokságra, és azután volt egy kisebb pihenő, ami általában nem szokott lenni, mert onnantól kezdve folyamatosan készülünk a világbajnokságra, vagy Európa-bajnokságra. Így viszont, hogy távolabb van időben ez a verseny, ezért muszáj volt egy kis pihenőt tartanunk április végén, május elején, és igazából utána kezdtük el a felkészülést kimondottan erre a világbajnokságra. Hát már jócskán benne vagyunk a felkészülésben, szóval most már elég komoly edzéseket tudunk csinálni, mind mennyiségben, mind pedig gyorsaságban. Tehát egy héten körülbelül 160 kilométert megyünk, plusz-minusz pár kilométer, és már a tempó is elég gyors. Mint a gyalogló elmondta, a világbajnokságig csak szeptember elején a csapatbajnoki döntőben a 10 kilométeres távon áll rajthoz. 50 kilométert évent ugyanis csak kétszer vállalnak a gyaloglók. Ennek hosszú távnak ez a rosszabbik oldala, hogy egy évben két igazán komoly versenyt lehet teljesíteni. Ezt általában a versenyzők úgy szokták csinálni, hogy egy nagyon jó formával teljesítenek márciusban vagy áprilisban egy 50 km-es versenyt, és azután már csak a fő versenyen, LBVB-n vagy egy olimpián versenyeznek, ami augusztusban vagy most ugye szeptemberben lesz. Hát addig ilyen 10-20 km-es versenyeken szoktunk indulni. Igazából annyi energiát vesz ki egy ilyen hosszú verseny, majdnem egy 4 órás versenyről beszélünk, hogy igazából nem lenne értelme több versenyen indulni. Nekünk az a lényeg, hogy a világbajnokságon, mint helyezésben, mint pedig időben egy nagyon jó eredményt érjek el. Mivel a világbajnokságon a hőség miatt éjfél előtt rajta az 50 kilométeres gyaloglás mezőnye, Máté megpróbálkozik alkalmazkodni a várható körülményekhez. Többek között táplálkozási tanácsadó segítségével igyekszik megtalálni a verseny előtti és alatti folyadék, illetve kalóriabevitel optimális összetételét.